Az NHS munkatársai a megszokott rendszerint gyűjtik be a tűlevelűeket. A társaság az elmúlt évek bevett gyakorlatához hasonlóan idén is szervezett külön gyűjtőjárattal gyűjti össze az ünnepek után kihelyezett, korábban szebb napokat látott fenyőfákat. Az elbontott karácsonyfákat társaságunk január 9 és február 3 között szállítja el Szolnok megyei Ugóváros területéről, természetesen díjmentesen. Kérjük a lakosságot, hogy lehetőleg a díszektől mentesen helyezzék ki a kukák mellé, vagy jól megközelíthető helyre a fenyőfákat, amelyek a kétpólyi komposztálóba kerülnek, és később újra hasznosításra kerülnek. Idén január 9 és február 3-a között közlekednek e céllal a társaság járatai, melyekkel begyűjtik a fákat, mondták el televíziónknak az illetékesek. Az összegyűjtött fenyőfák legtöbb helyről a kétpólyi komposztáló telepre szállítják hasznosításra. Ezért szeretnék felhívni a lakosság figyelmét, és kérnek mindenkit, hogy lehetőleg a díszektől megtisztítva helyezzék ki a növényeket. Érdemes a kukák mellé, de mindenképpen jól megközelíthető helyre kitenni a fákat. Az elszállítás egyébként február 3-áig folyamatosan történik.